az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Ma a jubilás házasokat ünnepeljük, akik szép számmal eljöttek ide a templomba, hogy hálát adjanak a jó Istennek, közösen eltöltött évekért, amiket a párukkal töltöttek. Imádkozzunk értük, ez a szentmisét őértük ajánljuk fel. Külön áldást adok majd számukra a szentmise második felében. Köszöntjük őket, és a polgármester úr is itt van, akit nagy szeretettel köszöntünk. Ő is majd köszönti, üdvözli a kedves ünneplő jubilás házasokat a szentmise keretében. Kedves testvérek, most tartsunk őszinte lelkiismeretvizsgálatot, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónak, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védke. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szemlőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked minden javak szerzőjének. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Malakiás próféta könyvéből. Íme elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevény és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja őket, mondja a seregek ura, úgy, hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belőlük. Nektek pedig, akik féltitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, tudjátok, hogyan kell minket követni? Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettünk, hanem keserves fáradtsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békében dolgozva maguk kenyerét egyék. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent rombolnak. Erre megjegyezték tőle: Mester, mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt: vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, és mondják, én vagyok. És érkezett az idő, ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallottok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta: nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is. Éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe, ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan igelszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni, vagy ellenmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket, de egyetlen hajszál sem vészel fejetekről. Áhatatossággal őrizzétek meg lelketeket. Ezek az evangéliumig így. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvérek! A mai evangéliumi szakasznak sok komoly mondani valója van, én egyet választok ki ezek közül. A legutolsó mondatról szeretnék bővebben beszélni, hogy ez volt itt a végén, hogy álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Hallhatjuk itt előtte a mondat előtt, hogy a keresztény embereknek üldözésben lesz részük. Egyfajta próba ez számunkra, amelyet ki kell állniuk, de ha álhatatosak lesznek, akkor örökké fognak élni a mennyországban. Jó Isten megjutalmaz azokat, akik mindhalálni hűségesek ő hozzá. Alapvetően, amikor ugye megkereszteltek minket, elköteleződtünk, ugye a szüleink megtették helyettünk, a Krisztus mellett, hogy a keresztségi ígéretek, fogadalmak elhangzottak annak idején, amikor abban a szertartásban minket megkereszteltek, és azzal, hogy vallásosan igyekszünk élni, tulajdonképpen nyilván elfogadjuk szüleinknek ezt az ígéretét, és mi is igyekszünk úgy élni, ahogy Krisztus Urunk tanította, és mellett igyekszünk ugye a rossznak ellene mondani, a kísértésekre nemet mondani, és a jót megtenni. Elköteleződtünk tehát Krisztus mellett, és minden körülmények között ki kell tartanunk emellett az elköteleződés mellett, vagy mondhatjuk úgy is, hogy minden körülmények között ki kell tartanunk Krisztus mellett. Mai evangéliumban tehát a keresztény üldözés került elő, és ha emlékszünk múlt vasárnap az olvasmányban, az Ószövetségi részben,
az a történet volt, hogy 7 fiatal embert hitükért a pogányok megkínoztak, majd megöltek, de ők is hálhatatosak voltak, mint halálig. Nem ijedtek meg a fenyegetéstől, nem féltek a haláltól, kitartottak hitük mellett, továbbra is hittek az egy igaz Istenben, a pogányokkal szemben. Kedves testvérek, érdemes elgondolkodnunk, hogy a mi hitünk vajon mennyire komoly, mennyire erős, hogyha ne ad Isten ilyen helyzetre kerülnénk, akkor megtagadnánk a hitünket, vagy pedig azt mondanánk, hogy mindenféleképpen Krisztus mellett akarok maradni, mindenféleképpen úgy akarok élni, ahogy ő tanította. Erőse, elég erős a hitünk ehhez, érdemes ezen alkalmanként elgondolkodnunk. De ugyanakkor, kedves testvérek, nem csak fenyegetések és élet-halál helyzetek próbálhatnak meg minket eltéríteni hitünktől, hanem bizony a csábító, vonzó dolgok is. Gondoljuk bele, hogy milyen sok kísértés van, ami éppen a vonzóságával akar eltántorítani minket. De ezekre is nevet kell mondanunk. Ilyen körülmények között is állatosak kell lennünk. Mai Magyarországon, hála Istennek, nincsen keresztény üldözés, de ugyanakkor nagyon sok olyan csábító dolog van, amely megpróbál minket rávenni arra, hogy kevesebbet imádkozzunk, vagy éppen ne imádkozzunk, hogy vasár ne menjünk templom, helyette csináljuk valami mást, ami szórakoztató, ne olvassuk a Szentírást, mert az unalmas, olvassál valami szerelmes regényt, az érdekesebb, és még lehetne sorolni sok-sok kísértést, amely ér bennünket nap, mint nap, hogy ilyenkor tudunk-e ezekre a kísértésekre nemet mondani. Állatosak tudunk-e lenni ilyen körülmények között Krisztus mellett. Sokkal inkább aktuális kérdés számunkra, mint meg a keresztényüldözés, de ahogy már mondtam, ilyen körülmények között is erősnek kell lennünk, Krisztushoz hűségesnek kell maradnunk. Sajnos a mai világban sok embert, hogy megtesz-e valamit vagy sem, az alapján dönti el, hogy van-e hozzá kedve, úgy érzi-e, hogy ő ezt meg akarja tenni, és nem azt nézi, hogy mindenképpen kötelessége. Nyilván dolgokról beszélek, amely fontos, értékes dolgok, amit az embernek kötelessége megtenni. Például ugye a vasárnapi templomajárás, az imádkozás, beszélgetés az Istennel, a mennyei atyával. Ugye az a gyermek, aki nem áll szóba a szüleivel, az még a ismerősök körében is hát szomorúságot okoz, hogy miért nem beszél a szüleivel? Miért nem kérdezi meg a szülőket, hogy hogy vagytok? Miért nem kommunikál velük? De ugyanaz a helyzet, kedves testvérek, hogyha valaki nem imádkozik, a mennyei atyát nem keresi fel, úgymond beszélgetés céljában, amit ugye imádságban hívunk. Hiszen olyan atyát, ami teremtünk, ő hozzá tartozunk. Érdemes elgondolkodnunk ezen is, hogy ezt a fajta kötelességünket teljesítjük-e, hogy a teremtőhöz szólunk, beszélgetünk-e vele. Akár a gondunkat is elmondhatjuk, de az örömeinket is természetesen. Aztán a vasárnapi templomba járás, vagy a Szentírás olvasás. Vagy az, hogy gyerekek járnak hittanórára, már aki, ugye itt is szokott probléma lenni, hogy a szülők megkérdezik a gyermeket, katolikus szülőkről beszélek természetesen, hogy akarsz-e katolikus hittanórára járni. Van-e kedved hozzá? Hát ez azt gondolom, hogy nem ez a kérdés, van-e kedved hozzá, hanem az, hogy mi a katolikus egyházhoz tartozunk, és a gyermeket beiratjuk a hittanra. Tehát a felnőttekkel is ugye azért előkerülnek kérdésekbe, amikor keresztelési megbeszélések vannak, vagy jelesoktatásnál, hogy azért a felnőttek is bizony sok mindenben le vannak maradva a hit ismeretben, tehát nekünk is kötelességünk lenne tovább tanulnunk, úgymond. Nyilván nem kell bejönni az iskola kazba, de elővenni a régi tankönyvet, imakönyvet, után nézni dolgoknak. Mi is az a keresztség, mi is az a szentgyónás, miért érdemes a bűnöket elkerülni, és a többi, és a többi. Tehát a felnőtteknek is tovább kell képezni magunkat, ez egyfajta kötelességünk, és megint az van, hogy megteszik. A gyermeket nem kérdezik meg, hogy akarsz-e iskolába menni, ugye? Nem az a kérdés, nem az úrik, hogy van-e kedve, hanem az iskola fontos és jó dolog, a gyermeknek is tulajdonképpen érdeke, még ha nem is látja be sokszor. Tehát ez nem ez a kérdés, hogy úgy érzed-e, hogy akarsz-e ma iskolába menni, hanem bizony menni kell. Tehát vannak az életben tehát ilyen kötelességszerű dolgok, amit persze jó az ember mégis örömmel, szívesen csinál, de hát az életünkben vannak hullámvölgyek, amikor sok mindenhez nincs a kedvünk, de akkor is állatotosnak kell lennünk, hogy erről beszélt az Úr Jézus is. Akkor is meg kell tennünk azt. Tehát nem szabad, hogy ezek a fontos dolgok attól függjenek, hogy hogyan érezzük akkor magunkat, hogy
van-e kedvünk hozzá, hogy úgy érezzük-e. Ha meg kell tennünk, akkor meg kell tennünk. 10 parancsolatból sem válogathatunk, hogy ezt megtartom, mert ez jó, másokat nem tartom meg, mert az butaság. Tehát az sem az a kérdés, hogy van-e kedvem hozzá. Megint fontos tehát az állapotosság. Tudom azt, hogy tetszik, nem tetszik, ez fontos dolog. Van-e kedvem hozzá, nincs kedvem hozzá, akkor is meg kell tenni. Tehát, kedves testvérek, nem csak keresztény üldözések közepette kell az embernek, a keresztény embernek állatatosnak, hűségesnek lennie Krisztushoz és az ő szavaihoz, tanításához, hanem ilyen csábító, vonzó körülmények között is. Ugye rengeteg szórakozási lehetőség van gyermekek, felnőttek számára a mai világban. Ugye az ember ilyenkor jobban meggondolja, hogy elmenjen egy bibliaórára, felnőtt hittarra, vagy templomba, vagy rózsafűzér imádkozásra, mert mondjuk lehet, hogy a kedvenc sorozata megy. Tehát ilyen döntéseket kell hoznunk, hogy mit választunk, hogy megtesszük-e azt, amit elsősorban kötelességünk, amit a hitünk megkíván, és utána persze lehet kikapcsolódni, a szórakozásban is részt venni természetesen mértékkel. Tehát kedves testvérek, kérem, és elgondolkodunk tehát, hogy mi ami vezérlő elvünk, hogy ezt meg kell tennem, tehát megteszem akkor is, ha nincs hozzá kedvem, vagy pedig mindig megkérdezem magam, hogy van-e hozzá kedvem. De tényleg gondolkodjunk el, akár a gyermeket, akár a munkáját se kérdezi meg reggel, hogy most fölkelek, van-e kedvem bemenni dolgozni, vagy sem, az a munkáját be kell menni. Tehát vannak az életben ilyen dolgok. Ugye jubiláns házasokat ünnepünk. Ugye a házasság nagy lendülettel indul, hála Istennek, a szerelem, a szeretet miatt, de ott is vannak azért hullámvölgyek, amikor a másik esetben nem annyira kedves, nem annyira vonzó, éppen kiállhatatlan, akkor sem mondhatja se a feleség, se a férj, hogy akkor most nem szeret a páromat, mert nem érdemli meg. Ugye a szeretet az kötelez minket arra, hogy akkor is jót tegyük a másikkal, ha úgy látjuk, hogy nem érdemli meg. És azok a kedves házaspár, akik most itt ülnek, különböző évfordulókban vannak át, vagy azok ünnepli. Tehát minél idősebb házaspárokról beszélünk, minél régebb volt a házasok, de azt mutatják, hogy ezt annál komolyabban tudták megvalósítani, tehát a hűséget, az állatotosságot egymáshoz. Tehát tulajdonképpen ma ezt is ünnepeljük az ő hűségüket egymáshoz. Remélhetőleg Krisztushoz is, de egymáshoz is. Egy fontos dolog itt is, ugye a házasság is válságban van a mai világban, nagyon sok a válás, nem miért, mert hát már nem érdekes a férjem, nem érdekes a feleségem, a unom, és a többi, de ez megint nem az a kérdés, hogy unom, vagy nem unom, hosszan, vagy nem hosszan, ő az én házastársam, ő hozzá tartozom, hűséges maradok hozzá, nem csak akkor, amikor jó nekem, hanem akkor sem, amikor esetleg ez fárasztó, vagy áldozattal jár. A házasság ez a mozgató rugója, ez a fajta szeretet, ami nem azt nézi, hogy neked mi a jó, hanem azt nézi, hogy a másiknak mi a jó, mit tudok tenni azért, hogy a másik boldog legyen, hogy a másik örömet okozzon. És ha mind a két házaspár, mind a két pár meg, vagy mind a két fél megteszi a házaspárban, akkor egymást teszi boldoggá, így lehet egy házasság boldog. Tehát tulajdonképpen a házasság is fontos elem az állatotosság, a hűség egymáshoz, meg ha persze keresztény házaspárokról beszélünk, akkor a hűségünk Krisztushoz is, aki megáldja a házaspárokat. Kedves testvérek, kedves jubiláló házaspárok, ne felejtsük el tehát Krisztusnak ezt a tanítását sem, hogy állatotossággal őrzitek meg lelketeket. Ha az ember állatotos, hűséges, akkor azzal jól jár, a Jóisten megjutalmazza, az ember részese lehet az igazi örök boldogságban. Már itt a Földön is, de leginkább a túlvilágon. Amen.
Istenben, mindenható Atyában, mennyei és földben, minden láthatóban és láthatatlan teremtőjében, hiszen az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten tisztelet fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságból, valóságos Isten a valóságos Istentől, született teremtelenkény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriából és ember élet. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. Testvéreim, kérjük a mennyei Atyát, aki minden közösségnek Atya, hallgassa meg a jubiláló házastársakért végzett imádságunkat. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, hogy tanúságot tegyenek rólad a világban. Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Őrizd meg a jubiláló testvéreinket a hit szerinti életben és az áldozatos szeretetben. Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy egymást mindig szeretettel segítsük a földi és az örök élet útján. Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Segítsd a keresztény házastársakat, hogy gyermekeiket ígéretükhöz híven neked tetszően neveljék. Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Családjukért vállalt gondjaikat, áldozataikat jutalmazza úrunk gyermekeik, unokáik, ragaszkodó szeretete öreg napjaikban. Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Segítsd, Urunk, az itt lévő házastársakat, hogy beteg hittes társaikat türelemmel és szeretettel gondozzák. Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Add, hogy akiket a halál már elszakított egymástól, egykor boldogan láthassák meg egymást országodban. Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Szent Háromság, egy Isten, fogadj be mindnyájunkat az élet alkonyán, az örök boldogságba és végtelen szeretetedbe. Kérünk, Téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus családok oltalmazója, áld meg a jubiláló házaspárokat, hogy mind halálig hűségesek maradjanak a szülői és hitves hivatásukhoz, életük végén pedig te légy az ő örök jutalmuk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Thank you.
imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Hitünk szent titka. Amen.
megtalálni a fiat áldozatát, amely kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szentelk élelettelve, egy test és egy élet legyünk Krisztusban. Őt egyetnézetek a szentelgyenek áldozatát, hogy éhes közösséget választottaiddal, elsősorban Istenanyjával, a Bodasor Szent Máriával, Szent Józseffel, az Ügyesével, a Szent Apostolaiddal, a dicsőséges Főnökünkkel, és minden szenttel együtt. Ezért köszönjük, ezért hogy mindenkor megsegíte ezt minket. Kérünk Istenünk, én keresztül áldozatom, hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erős is meg hívni a szeretetben, földi, zarató útja járó egyházba, szolgálat, Ferenc pápákat és Miklós püspökünket, és őrségét püspökét, és bőr testvérünk a papságot, és egész megváltott névedet. Teljes és kegyesen házam éve kérdését, hiszen te akartad, hogy szenderi álljunk. Jóságos Atyám, a magadhoz irgalmasan, a világban egy szétszerodott, valamelyik gyermekedet. Elmúlt testvéreket, és mindezeket, figyelmeben költöztek el ebből a világból, fordulósos országodba, amely reményünk szerint, és kicsérgődöm őkeként mi is, örökre gazdagod összesülünk, Krisztus Urunk által, mert átrasztottad minden jóval a világot. Ő által, ővel és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek teremtésében, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Testvéreim, most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védjünk ki a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki az és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te köszöntjük meg egymást a békéjelével. Legyen békesség.
elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom a jövőt, hanem csak egy szóval mondom, és megjövőd az szívemben.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiat az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt. Aki élünk, uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Kérném most a jubiláló házaspárokat, hogy álljanak fel. Először is a házasság ígéret megújítása következik. Kedves jubiláló testvérek, ti, akik Isten akarata szerint jó és bal sorsban, felbonthatatlan szent házasságban éltetek, most a Jóistennek hálát adva újítsátok meg egymásnak tett szent ígéreteteket. Az egyház nevében kérdezem tehát tőletek. Akartok-e sírítartó hűségben és egymás segítő szeretetben élni továbbra is Isten segítségével? Akarom. Akartok-e, mint a világ világossága hitetekről és a felbonthatatlan szent házasságról jó példát adni a világnak Isten segítségével? Akarjátok-e, mint a házasságkötéskor és gyermekeitek megkeresztelésekor ígértétek, gyermekeiteket és unokáitokat, a rátok bízott gyermekeket Isten félelemben és az emberek iránti szeretetben nevelni és segíteni. Isten kegyelme segítsen titeket, hogy esküvel tett ígéreteteket, amint azt most ünnepélyesen megújítottátok, mindvégig megtartsátok, és a hűségeseknek ígért örök élet jutalmát elnyerjétek Istentől, az Atyától, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Kedves ünneplő házastársak! Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt örök hűséget esküdtetek egymásnak. A házas élet sok kegyelmének betetőzése ez a mai ünnep. Szívetek tele van hálával Isten iránt, az elmúlt évek sok öröme az ő ajándéka volt, de ő állt mellettetek a szenvedésben is, a hűséghez ő adta az erőt. Szeressétek továbbra is Isten, ő legyen legfőbb kincsetek és végső célatok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok, egyre közelebb ő hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgáit fogadhasson titeket, és az örök életet adhassa jutalmul. Szeressétek továbbra is egymást. Éljetek békességben és egyetértésben, egymás gyengéit viseljétek el kölcsönös türelemben. Hordozzátok közösen az élet terheit. Ezzel is gyűjtsetek magatoknak kincseket, melyeket a moly el nem pusztít, a rozsda meg nem emész. Ti pedig az ünneplő házaspárok gyermekei, unokái, szeressétek és tiszteljétek őket. Könnyítsétek meg életüket, kiméljétek őket a keserűségből, és legyetek hálásak mindazért, amint gyöngéd és áldozatú szeretetükben rátok pazaroltak. Éljetek úgy, hogy örömünk teljék bennetek, és büszkeséggel tekintsenek rátok mindenkor. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson elé. Mindenható örök Isten, te ajándékoztad meg híveidet a munkás élet és az időskor kegyelmével. Add meg nekik, kérünk, hogy gondolattal és cselekedettel mindig a jóra törekedjenek, csak benned bízzanak, halmozd el kegyelmed ajándékaival őket, hogy az egymás iránti szeretetet megőrizzék, és a föld élet után hozzád az örök életre eljussanak. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Mindenható irgalmas Isten, a te akaratodtól függnek életünk perceit. Te őrizted és tartottad meg itáló híveidet több éven keresztül a házasság szentségében. Sokasítsd meg irántunk irgalmadat, és engedd, hogy oltalmad alatt továbbra is áldják szent nevedet, amely áldott mindörökkön örökké. Ámen. Most kérjük a házaspárokat először is, kettesével kellene nyilván pároként felsorakozni.
Először is kérném Grevar József és Tulóki Rozáliát, ők álljanak ide előre. Utána pedig álljon Jeszenszky József és Benkovics Rozália. Kicsit lejjebb, bocsánat, de nekem kell állnom, jó? Mint az áldozásnak felsorakozó kettesével, jó? Akkor utána kérem Smetana Ádám és Jernák Rózsát. Kecskés István és Kuris Ibolya. Surmai János és Farkas Erzsébet. Kemencei István és Micsinai Anna. Szabó Géza és Somogyvári Mária. Tóth Gyula és Rúzsa Katalin. Majoros Zoltán és Bondák Erika, és Izsa Szabolcs és Somogyi Lilla. Polgármesteret is megkérem, akkor fáradjunk, de esetleg pár szót szeretne mondani, köszönteni őket. Én csak annyit szeretnék kívánni önöknek, hogy legyen a házukban békesség, elegendő türelem, és nagyon sok szeretet az életükben. Átadjuk az emléklapokat, meg a világot, hogy egy házközség, és a kormányzattól is. A polgármestert meg kell kérni fáradni ide. A Grema József és Szuruszkél az állja. A képzőnek a jó világot a hőnek, akkor a másik oldal álljunk. Tessék! Gratulálok! Jeszenszky József és Bergzom is hozzáállja. Jó? Gratulálok először is. Gratulálok. Gratulálok a másik oldalra. Smetana Ádám és Csernák Rózsa. Kecskés István és Kuris Ibolya. Surmai János és Farkas Erzsébet. Kemencei István és Micsinai Anna. Szabó Géza és Somogyvári Mária. Majoros Zoltán és Bondár Erika. És Izsa Szabolcs és Somogyi Lilla. Jézusom, ezen szent órában. Köszönöm neked, itt
hitves társamat. Köszönöm minden munkáját. Könnyét és mosolyát. Köszönöm neked minden értem hozott áldozatát. Köszönöm neked minden értem hozott áldozatát. Köszönöm neked az éveket. Köszönöm neked az éveket. Amiket együtt tölthettünk. Amiket együtt tölthettünk. Köszönöm a gondokat. Köszönöm a gondokat. Amiket egymással megosztottunk. Amiket egymással. Köszönöm neked, hogy ő az enyém. Köszönöm neked, hogy ő az enyém. Köszönöm, hogy nem veszítettem el a szeretetét. Köszönöm neked, hogy nem veszítettem el a szeretetét. Mert mindezt köszönöm. Mert mindezt köszönöm. Esküvet megújítom. Esküvet megújítom. Esküszöm, hogy el nem vagyok örökre. Istenem, jöjjön, hogy segíjen. Istenem, jöjjön, hogy segíjen. Add meg, Uram, nekünk, add meg, Uram, nekünk, hogy téged szeretve egymást szeressük, hogy téged szeretve egymást szeressük, és a te szent törvényei szerint élhessünk. Amen. És a te szent törvényei szerint élhessünk. Amen. Kedves jubiláló házaspárom, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Isten éltesen benneteket sokáig. Hirdetések következnek. Ilyenkor szoktuk ugye a névnaposok, a születésnapokat is köszönteni. Kérem azokat, akik a héten ünnepelték olyan névnapjukat, vagy a születésnapjukat, hogy álljanak fel, vagy állnak hátra jelentkezzenek. Kóruson van valaki? Ott is van meg a kóruson is. Jó? A Jóisten áldása az imádkozó számotokra is. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten. Amen. Ragyogtassa rajátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Amen. Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét. Amen. Titeket, akik névnapotokat, születésnapotokat ünnepitek, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Isten éltessen benneteket sokáig. Fogadjunk helyet. Persze a Márton atyát is köszöntjük szeretettel. Állj fel, légy szíves, mert van egy ajándék a számomra, csak nem tudom kérdezni, hogy tavassza. Ki az ügyes, ki az ügyes, ki az ügyes, ki az ügyes, ki az. Itt a Márton névnap is volt, Márton atyát nagy szeretettel köszönjük, és Itókával is nyertesen sokáig. Boldog névnapot kívánunk. Az egész egyház községet. Ja, hirdetések. Holnap hétfőn a Caritas csoport tagjainak gyűlése lesz a plébániára fél ötkor. Tehát holnap hétfőn a Caritas csoport tagjait kéne jönnek a plébániára fél ötre gyűléshez. Aztán a jövő szombaton lesz egyházközségünk bája. Este 7 órakor kezdődik a művelődési háza. Mindenki szeretettel várunk. Jegyek kapható, ugye egy jegy 3000 forintba kerülve benne van a vacsorának is az ára. A Sekkestében kapható, leginkább ott, tehát ott próbálj meg megvásárolni. Jöjjünk minél többen. Ugyanakkor szeretnénk kérni különleg az asszonyokat, de sütni tudó férfiakat is, hogy pár tálca süteményen járuljanak hozzá az ez sikeréhez, hogy az ebédet, vagy a vacsora után még tudunk süteményt is enni. Előre is nagyon szépen köszönjük. Következő vasárnap országos perselgyűjtés lesz a Caritas számára, tehát úgy készüljünk, hogy a perselyezés majd tovább lesz továbbítva a Caritas központban is. Rászorulók fogják természetesen megkapni. Egybeliek is részesülnek belőle, egybeli rászorulók az országos szinten, és ez lesz következő vasárnap. Jó, szentmisék mennyiben igazából nincsen változás, ugye hétfőn ugye nincs szentmise, ugye kedden, szerdán és csütörtökön ugye 17 órakor vannak a szentmisék. Ja, most már csütörtökönként a szentmise előtt 4-5-től van szentségkiáltás Márton atya vezetésével. Elég szeretettel várom mindenkit. Ja, pénteken megint 5 órakor. Ja, szombaton esténként most már van előesti mise, az csendes szentmise este fél 7-kor azok számára, akik
másnap súlyosokban nem tudnak eljönni a szentmisére, vagy akik szeretnének szombaton este egy szentmisére részt venni, és vasárnap is eljönnek, ők is jöhetnek természetesen, és akkor jövő vasárnap pedig ugye szokott időben 11 órakor lesz a szentmisére. Kedves testvérek, most álljunk fel, és a szentmisére befejező áldását. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket, Istenünknek, én szent fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, ismeretében és szeretetében. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ér, küldetésnek van, többékével. Istennek legyen hála.